Üdvözlöm Önöket, ez a Mintagazda, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorának novemberi kiadása. A következő közel fél órában bemutatjuk, hogy milyen érdekességek történtek megyénkben az agrárium terén. Lássuk a témáinkat! Ősszel megkezdődött a dohány feldolgozása. A nyíregyházi üzemben megnéztük, hogy mi történik a levelekkel a szárítást követően. Mivel egyre hűvösebb az idő, ajánlunk egy energianövényt, ami ipari méretekben akár 80%-kal is képes csökkenteni a fűtésszámlát. Ezek után bemutattunk egy olyan technológiát, amivel a szennyvízből állítható elő komposzt a fenntartható környezetet és a mezőgazdaságot szem előtt tartva. November elején meglátogattunk egy újonnan átadott fiatal gazdák képzését segítő központot Tiszalökön. November elején megkezdődött a dohány üzemi feldolgozása a nyíregyházi gyárban. Idén a korábbi évekhez képest kevesebb, mint egy 700 gazdával kötött termelői szerződést az ULT Magyarország ZRT. A 4000 hektárnyi termőterület a támogatási bizonytalanság miatt 2-300 hektárral lett kevesebb idén az előző évek szerződött területeihez képest. A nyári, aszályos időjárás miatt pedig a minőség is az átlagostól alacsonyabb lett. A nyíregyházi dohánygyárban várhatóan március elejére befejeződik a teljes idei termés feldolgozása. Ebben az évben mintegy 700 termelővel kötöttünk termelői szerződést. Ez mintegy 4000 hektáros területet érint összesen. Ez egy 2-300 hektárral talán kevesebb, mint az előző évben volt. Ennek alapvető oka a támogatásnak a bizonytalansága a szerződéskötés időpontjában. Sajnos módon az ez évi rendkívül kedvezetlen időjárás az negatívan hatott a dohánytermésre is. Jelenleg úgy gondoljuk a becslésünk alapján, hogy Virginiában 4200 tonna dohánynak a felvásárlását fogjuk ebben az évben befejezni, és a bőri dohányokról pedig kb. 1700. Ja, tavaly évhez képest ez egy 25-28%-kal kevesebb volument jelent mind a két dohányfajta esetében. A rendkívül kedvetlen időjárás a minőségre is rányomta a bélyeget. Azt kell mondani, hogy egy gyenge termés minőséggel számolhatunk. Előző évekhez képest mindenképp. Úgy gondolom, hogy a piaci várakozásoknak megfelelően egy átlagostól lényegesen gyengébb terméssel számolunk és vásároltunk föl idáig is. A Virginia típusú dohány felvásárlása már majdnem teljes egészében befejeződött. A Burley dohányt december közepétől vagy január elejétől kezdik el szállítani az üzembe. November 3-ával kezdtük el az ezért termésű Virginia dohányoknak a feldolgozását. Van egy meghatározó elvünk az Imperial, neki próbagyártást csináltunk november 4-én, és ezt követően lett elindítva a teljes feldolgozás. Naponta 10 órás műszakban dolgozunk, és heti 6 napban. Itt terveink szerint ez a kis mennyiség, vagy kevés mennyiség valószínűleg december 23-áig, tehát a karácsony előttig teljes mértékben feldolgozásra kerül. Ezt követően leállunk, lesz egy átállás, takarítás, tisztítás, és reményeim szerint valahol február első hetében indítjuk újra a feldolgozó sort a Burley dohányok feldolgozásával, és valahol a február vége, március első hetében a teljes termés feldolgozása kerül. Feldolgozással együtt természetesen indultak a értékesítési tárgyalásaink is. El kell mondani sajnálatos módon, hogy magyar dohány iránti kereslet független attól, hogy árérték arányban szerintem jó helyen van, csökkent. Csökkent Európában is, Európán kívül is. A világtendencia jelen pillanatban az, hogy csökken az összfogyasztás, és emellett az eladatlan készletek jelentős mértékben növekednek. Ez viszont nyomott árakat és a kereslet csökkenését jelenti a világpiacon, ami a felvásárlási árakra és a jövő évi szerződésekre is hatással van, de persze nem csak ez határozza meg, hogy mennyi pénzt kapnak a gazdák a dohányért. Felvásárlási áraink minőségdifferenciáltak, két részből tevődnek össze, egy úgynevezett alapár és egy mennyiségi felár. A mennyiségi felárat 1550 kg per hektáros hozam fölött fizetünk, ami az elért alap átlagának a 150%-os szorzatát jelenti.
Összességében az évi terveinkben egy 520 forintos felvásárlási átlagán szerepelt a Légyen dohányból. Jelen állapot szerint pontosan a kisebb termésmennyiség miatt és a gyengébb minőség miatt úgy gondolom, hogy a 480 forint per kilogramm körül fog megállni. Nyilván ez is alacsonyabb, mint az előző évi volt. Völgyi dohányoknál még nincs ilyen számunk, hisz nem indítottuk el a felvásárlást, de feltehetően ott is alacsonyabbak lesznek a felvásárlási árak az előző évhez képest. Átlagárakról beszélek, mert az alapárakat természetesen növeltük. Mikor megújuló energiáról beszélünk, leginkább a nap, a szél, valamint a víz energia jut az eszünkbe, a biomassa kifejezés ritkábban. A biomassa alatt egyébként az energetikailag hasznosítható növényeket értjük. Energia növényültetvények a megyénkben is találhatók, mintegy 12 önkormányzat telepített a közelmúltban ilyen növényeket, köztük olasznádat is, de nézzük meg, hogy mi az az olasznád és mire hasznosítható. Az óriás olasznád, vagyis az Arundodonax egy termetes rizómás évelőnövény, amely Európában a legnagyobbra növő pázsit fűféle. Hasonlít a közönséges nádhoz, de jóval nagyobbra nő. Ezt a bambuszra emlékeztető díszfüvet sokrétűen használja az ember, hiszen nem csupán dísznövényként ültetjük, hanem szélfogó, talajjavító és talajerózió csökkentő képessége miatt is, sőt manapság már a biomassa termelés szempontjából is meghatározó növénynek számít. Segítségével fosszilis tüzelőanyagok válthatók ki. Hektáronként akár 20-50 tonnát is be lehet belőle takarítani. Elégetésével kiadós hőmennyiség szabadul fel, kilogrammonként mintegy 18 megazsúl, ami vetekszik a kemény fájéval. 20 tonna olasznád fűtőértéke, 12 tonna jó minőségű szénével, 8000 liter fűtőolajéval vagy 8-9000 köbméter földgázéval legyen értékű, azaz forradalmi megoldás a gázfűtés kiváltására segít megteremteni az energiafüggetlenséget. Az Arundodonax, mint energianád, ebben azért segít, mert a kezdeti időben, amikor az önkormányzatok az út széléről és nyersedékeket összegyűjtve biztosították a kazánok táplálásához a biomasszát, akkor miután ez nem termelődik újra, gyakorlatilag szembesültek azzal a problémával, hogy rendben van, hogy van kazán, de egy folyamatos biomassa biztosítását azt meg kell valósítani. Ehhez szeretne társaságunk egyrésztről segítséget adni az energianáddal, amihez egyébként az önkormányzatok a Start munkaprogram keretében támogatást tudnak kapni. Egyrészt a palántának a megvásárlására és a szükséges munkaerő felvételéhez is. Az arundó igénytelen, teljesen télálló dísznövény, mely jól meggyökeresedve a szárazságot is tolerálja. Alaz a szerkezetű, homokos talajban ugyanúgy életképes, mint kötött, folyamatosan nedves, agyagos talajban. A kártevőkkel és a betegségekkel szemben ellenálló, nincs pollenje, ezért nem allergén. A növénynek nincs magja, így szaporítása csak előnevelt, sejtenyésztéssel laboratóriumi steril körülmények között hajtatott palánták ültetésével oldható meg. Az őssejt alapú mikroszaporítási technológia, amely már Magyarországon is működik, dr. Márton László génbiológus nevéhez fűződik, aki a Dél-Karolinai Egyetem biotechnológiai, környezetvédelmi és genetikai tanszékének professzora. Az olasznád telepítése a több hónapig tartó palántagyártást követően március és május között történik. Hektáronként mintegy 10 000 palánta ültetése javasolt. Talajelőkészületeket, mélyszántásokat, gyomtalanításokat, cseréírtásokat végeztünk a tavasz folyamán, és miután megkötöttük a szerződést, akkor 3 részletben a cég leszállította számunkra ezeket a palánnövényeket. A közmunkaprogram részeképpen 92%-os intenzitással sikerült ezt a közmunkaprogramot beindítani, elindítani. A belügyminisztérium ezáltal ez egy 10,2 millió forintos beruházás, a dologi költséggel járó beruházás volt. Ennek az intenzitása a 92%, így az önkormányzatunknak kb. 800 000 forintos önerőbe, illetve az állam részéről belügyminisztériumi támogatással egy 9 millió forint körüli támogatáshoz jutottunk. Ennek kapcsán a gyomírtásnak az előkészületeit ebből meg tudtuk valósítani, illetve ami örömteljes, hogy egy nagyértékű gépet, egy ültetőgépet is tudtunk a program során beszerezni. A programban, közmunkaprogram keretén belül 50 ember munkavégzésére ad lehetőséget, ebből 44 fő segédmunkásként dolgozik, 5 fő irányítóként és 1 fő adminisztrátorként egy éven keresztül ebben a programban.
a hasznosítási lehetőségei, mert ugye meg kellett vizsgáljuk azt is, hogy milyen haszna lehet ennek a történetnek, a hasznosítási lehetőségeiben az önkormányzat által fenntartott intézményekben fűtési célokra tudjuk ezt a növényt hasznosítani, hiszen ez egy energianád. Máté Szalka város önkormányzatának a Szalka távhőn keresztül még lakótelepi lakások fűtése ugye aktuális. Itt nagy teljesítményű kazánokba ez a növény betehető, ezáltal a fűtés energetikai csökkentését elérhetjük. A betakarítás során téli hónapokban akkor kivízéssel fogják ezeket a növényeket betakarítani, és nem igényel számunkra, és ami nagyon fontos, ez is egyfajta megtakarítást jelent, nem igényel semmiféle utómunkálatokat a növénynek a gondozása, tehát semmiféle pelettálás, szenesítést vagy granulátum készítést nem kell, hogy elvégezzünk, hiszen a telephelytől, ahol ezt a növényt termesztettük, 500 méteren belül megvan az a telephely, ahol a elégetése ennek a növényeknek megtörténhet. Előzetes kalkulációink szerint ebben az évben hektáronként egy 5-6 tonnányi tüzelőértéket tudunk produkálni ezekből a növényekből. A későbbiekben ez egy hosszú vegetatív időszakú növény, és a későbbiekben akár 20-25 év távlatában, ha még ez itt ezen a helyen aktuális lehet, akkor a 20 és 30 tonnányi hektáronkénti szárazanyagtartalmat el lehet majd érni. Az ültetvény a tél kezdetétől a végéig kézzel vagy géppel legalább 20-30 esztendeig évente learatható. Gyomirtószer alkalmazása csak a palántázás utáni első évben szükséges, a második évtől az arundó hatalmasan nő, összezár és gyomnövény már nem él meg alatta. Hatalmas nagy rizomás gyökeret növeszt, aminek nagyon sok kedvező pozitív hatása van. Az egyik az, hogy ebben a hatalmas nagy gyökérzetben olyan mikróba közösségek vannak, amelyek például a levegő nitrogén tartalmát meg tudják kötni, így a növény a mikrobák szimbiózisában, együttműködésében a nitrogént nem külső, hanem saját külső forrásból szerzi meg, hanem saját maga állítja elő. Az arundó egyik nagy előnye a fásszárúakkal szemben az, hogy mivel a vegetációs időszak után a tápanyagot rizomás gyökérzetében tárolja, és nem a szárában, a telepítés megszüntetése után mindig jobb állapotban hagyja a talajt, amelyben megköti a toxikus anyagokat is. Felhasználása sokrétű, amellett, hogy biomassa alapanyag alkalmas arra, hogy kiváltsa az egyre fogyó ásványi nyersolajat és az ezzel működő villanyerőművekben helyettesítse a nyersanyag utánpótlást. Bioetanollá, biogázzá alakítható, szenesíthető, továbbá felhasználható bútor- és cellulózgyártásban, a papír- és a textiliparban is. Ez év július közepén tudtuk elültetni. A palántázás után folyamatosan öntözni kellett, és pont abban a időszakban sikerült elültetni, amikor a legnagyobb szárazság volt. Ezért látjuk azt, hogy a mi olvasatunkban azért így is szépen nő, de jövőre ez már, hogyha egész évben tudjuk öntözni, akkor sokkal nagyobb lesz. Szeretnénk még a későbbiekben is ilyen nádat ültetni, hozzá kell tenni azonnal, hogy még most tanuljuk mi is ezt a szakmát. Van nekünk energiafűz ültetvényünk, több mint 20 hektáron. Azt nem látjuk, hogy ilyen sikeresen növekedne, mint ez. Tehát most, amikor már lesz tapasztalatunk, akkor mi is látjuk azt, hogy ezekben a talajokban, amelyek számunkra rendelkezésre áll, milyen növényeket kell ültetni. Egyértelmű az, hogy az önkormányzati intézmények fűtésének segítésére szeretnénk használni ezeket az itt megtermelt fűtőanyagokat, akár apríték formájában, akár briket formájában, vagy akár kész fatermékként. Az ültetéshez a közmunkaprogramból pályáztunk, a ültetvénynek az árát azt megkaptuk. Ugye utána a közmunkások ültették el, a gépi előkészítésre kaptunk 100-200 ezer forintot, az öntözést a saját forrásból valósítottuk meg, a kapálást megint a közmunkások csinálták, tehát igazán sok önerőt nem kellett hozzárakni az önkormányzatnak, ez szerintem körülbelül erre a területre maximum 200 ezer forint, amit el lehet mondani. Azt gondolom, hogy
hogy sikeres, ez egy sikeres program Nagykállóban. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzati épületek fűtésében legalább 50%-os megtakarítással számolnak az energianárnak köszönhetően. Terveinkben szerepel egy brikettáló elkészítése, vagy megpályázása, akkor az 50%-os megtakarítást tovább lehet fokozni. Hangsúlyozom, most tanuljuk ezt a területet, és ezért is figyeljük a megyébe, az országba különböző jó példákat, hogy ha mi is tanulhassunk belőle. Tiszasas önkormányzata, ahol 2010 júniusában kezdődött az Arundó Energianád ültetvények telepítése, az évi több mint 1 milliós fűtésszámlát 120 ezer forintos kiadását csökkentette. Példáját követve kéne szeretné tizedére csökkenteni a fűtésszámláját úgy, hogy amellett, hogy munkahelyet teremt, a fejlődés gazdaságos és környezetbarát módon fenntartja. A környezet, valamint a mezőgazdaság fenntartható működése a termelőket és a kutatókat is foglalkoztatja. Novemberben a szennyvizek innovatív tisztítására és a szennyvíziszap környezetbarát elhelyezésére fókuszáló bemutatón jártunk, ahol egy olyan szennyvíziszapból készült komposztot mutattak be, ami olcsóbb és hatékonyabb megoldást jelent, mint a hagyományos műtrágya. A nyíregyházi tisztítótelepen vagyunk. A szennyvíz tisztítása nálunk úgynevezett eleveniszapos rendszerrel történik, ami azt jelenti, hogy a szerves anyag és egyéb tápanyag tartalmát mikroorganizmusokkal távolítjuk el. Ezek pelyhekbe rendeződve látják el a feladatukat. Ezt úgynevezett fölösi szapnak hívjuk. Ezt elveszük a rendszerből, tehát ahogy szaporodnak a mikroorganizmusok, olyan arányban elveszük, illetve keletkezik egy másfajta iszap, az úgynevezett nyers iszap. Ez még a mechanikai tisztítás során előlepítőben kerül kiülepítésre. Ennek a kettőnek a keveréke az a szennyvíz iszap, amit később aztán feldolgozunk. A feldolgozás nálunk anaerob fermentációval történik, tehát fűtött zárt rothasztóban rothasztjuk az iszapot, ahol biogáz keletkezik, ezt a biogázt felhasználjuk villamosenergia termelésre, és az innen kikerülő iszapot pedig mi komposztáljuk. Az lenne az optimális, hogyha kellő minőségű, jó minőségű almos istállótrágya lenne az országban. A közismert okok miatt ugye a számos állatok szám, tehát a tenyészállatok száma lecsökkent, ez nem adott a legtöbb helyen. Mi adott helyette? Örvendetes módon a közműoló bezárult, tehát egyre több településünkön a szennyvizet kezelik, és ennek nyilvánvalóan egy melléktermék, ez egy ilyen iszapszerű anyag, amely eléggé bűzös, mindenféle tápanyagokban gazdag ugyan, de azok nem igazán ásványosodtak még. Tehát a szennyviszap kezelésének a további lépése egyrészt az energetikai tartalmának a kinyerése, tehát biogáz lehet belőle előállítani, azt el lehet tüzelni többek között, és a másik megoldás pedig az, hogy különböző anyagokkal elkezdem komposztálni. A komposztot gondolom minden kedves néző ismeri, hiszen a más nem a kiskert végében előállított ilyesmit. Mint itt valószínű mögöttem láthatják is, itt Nyíregyházán búzaszalmával komposztálják ezt az anyagot. Nagyon fontos a szén és a nitrogén arányának a beállítása. Jó alaposan összekeverik a búzaszalmával ezt a kirothasztó szennyvízszapot, és körülbelül 3 hónapos folyamat során az összes olyan problémát okozó mikroba, amely TBC-ről mindenki alatt mondjuk, amitől félünk, ez elpusztul, ugyanis a prizmában 60-70 fokos hőmérséklet van. De ami egy mezőgazdásznak még fontosabb, hogy a nitrogén, ugye, ami egy közismert tápanyag, egy makroelem, feltáródik. Tehát ásványosodik, átalakul, és ha nem is teljesen olyan az összetétele, mint az istállótrágyának, de közelíti azt. Simon László elmondta, a hagyományos műtrágyákhoz képest több előnye is van a szennyvízi szapkomposztnak. Először is olcsóbb a bekerülési költsége, emellett a műtrágyától eltérően a hagyományos szerves trágyákhoz hasonlóan javítja a talaj szerkezetét, valamint a talaj életet. Ez azt jelenti, hogy a növénytermesztéshez szükséges mikrobák jól érzik magukat egy ilyenfajta komposzttal kezelt területen, de emellett a mikro és makroelemeket is pótolja a földterület szerves anyagtartalom növelése mellett.
Ezzel a komposzttal mikor kell elvégezni a földmunkálatokat? Nyilvánvalóan itt is érvényes a nitrát rendelet, ugyanúgy, mint amikor a gazda szerves tárgyát juttat ki, tehát a téli időszakban most már tilos, vagy ott talajra kivinni tilos. 2-3 hétnél hosszabb ideig a termőterületen tárolni tilos. Tehát koratavasszal ajánlom éppen itt a kollégámmal, a Szabó Béla főiskolai docens úrral kukoricakultúrában próbáltuk, én pedig energiafűzkultúrában, tehát tavasszal, amikor ezt már a törvényi előírások megengedik, vagy ősszel, amikor a szerves tárgyát is kijuttatjuk, de nem télen nyilvánvalóan. Fiatal gazdaoktató és tanácsadó központot avattak Tiszadobon. A központban képzik majd a fiatal gazdákat, valamint az agrárium szereplői is itt tájékozódhatnak az ágazat aktualitásairól. Az épület egy több mint 100 hektáros családi gazdaság közepén biztosít helyszínt a 40 év alatti fiatal gazdák képzésére. A beruházás 100%-ban vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósult meg. A tervek szerint a képzéseket további pályázati források bevonásával finanszírozzák majd. Itt, ahol most állunk, ez az épület egy régi varoda épület volt, még a TSZ időben. Ezt az épületet újítottuk fel teljes egészében kívülről és belülről, európai színvonalon. Ennek a kivitelezésében, mint pályázó, az a Fiatal Gazdák Országos Szövetsége volt, az Agria. Ezen belül is a régió szervezet, az Észak-Alföldi Fiatal Gazdák Szövetsége. Az épületről tudni kell, hogy ez egy oktató és ilyen konferencia központ lett. A gazdák számára próbáljuk elsősorban majd megnyitni, és az ő részükre majd használhatóvá tenni. Ennek az épületnek a hitelességét adja majd az, hogy a mi családi gazdaságunknak a 150 hektáros kertészeti területének a közepén helyezkedik el. Így a hitelességét tudjuk azzal is biztosítani, hogy az előadások, száraz anyagok meghallgatása után a gyakorlati részeket, kíváncsiságát tovább tudja esetleg itt a gazdaságban bővíteni a gazda. Ez lehet gépeknek a bemutatója, metszés, bármi, ami egy ilyen gazdaságnak a tevékenységével kapcsolatos. Elsősorban a programokat tekintve, ami már körvonalazódik, hogy mivel lesz megtöltve, a Fiatal Gazdák Szövetségének van egy, sőt kettő olyan sikeres programja, amelyik itt és a többi másik öt helyen, mert összesen 6 ilyen rendezvényház épült országosan, programmal tölteni. Az egyik az a Vesd Bele Magad program. A Vesd Bele Magad programról tudni kell azt, hogy vetőmag programról szól. Általános iskolás diákoknak és iskoláknak osztottunk ki közel 300 iskola részére vetőmag csomagot, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy kis kerti feelinget teremtve a saját megtermelt kis zöldségüket tudják felhasználni a konyhakertből, és ennek a sikeres programnak egy kicsit továbbfejlesztett változatát szeretnénk majd ezeken a központokon keresztül szintén kommunikálni. A második programunk az a Vidékkaland program. A Vidékkaland programról tudni kell azt, hogy Brüsszelben kommunikációs nagydíjat nyert az Európai Uniós pályázaton. Több száz újságíró, független újságírónak a szavazatai alapján. És ez a program, mint értelmiségi fiatal városi embereknek szóló lehetőséget biztosít arra, hogy egy előzetes pályázat alapján bárki, aki mondjuk egy igazgató, vagy egy szülésznőgyógyász, vagy lehet egy kamionsofőr jelentkezik egy ilyen programra, meggyőződik és egy hetet eltölt egy élő, működő gazdaságban. Ott ugye ezeket feltérképezve, egy kicsit a környezet tudatosságára, a gazdák életére rávilágítjuk, és ennek az utógondozását szeretnénk majd még jobban megvalósítani, ami azt jelenti, hogy amikor a programnak vége van, akkor ezekben a központokban egy-két napos képzésekkel szintén feltérképezni, hogy az életükben ez hogy zajlódott le, milyen pozitív-negatív hatásai voltak a programon keresztül azóta, ismerőskörben, baráti társaságban ezt hogy tudták kommunikálni, hogy fogadták akár a családon belül is ezeket. És utána szeretnék majd a többi programunkat elsősorban a gazdák irányába összpontosítani, ami azt jelenti, hogy pályázati tanácsadás mellett azokat a technológiai programokat, amiket mint élő gazdaságit tudjuk biztosítani majd.
Az ünnepélyes épületavatást követően Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára beszámolót tartott az utóbbi évek mezőgazdasági sikereiről. Úgy gondolom, hogy példaértékű, amit az ágazat produkált minden szempontból. A mezőgazdaság kibocsátása 2010-hez képest 2014-re több mint 40%-kal növekedett, ez rekordérték egyébként. Ugyanúgy, mint hogy a tavalyi év is egy rekordév volt nagyon sok szempontból. Ezen kívül a beruházások értéke meghaladta a 320 milliárd forintot tavaly, ez szintén mint egy 50%-kal nagyobb, mint 2010-ben volt, amit még talán kiemelnék, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma is, illetve az agrárkülkereskedelem is egy nagyon jó eredményeket ért el az utóbbi években. Most már a harmadik éve az agrárexport meghaladja 8 milliárd eurót, ami még ennél is fontosabb, hogy az agrár export import egyenleg, tehát az aktívum, az pedig 3-3,5 milliárd euró között mozog. Ez a nemzetgazdaság külker aktívumának mintegy a felét teszi ki, tehát ez egy óriási teljesítmény, és úgy gondoljuk, hogy még ezt tovább is lehet növelni. A növekedéshez elengedhetetlen a folyamatos képzés, amihez megfelelő helyszínt biztosít majd a Tiszadobi Oktatóközpont, hangzott el a rendezvényen. Az új központ konferenciatermében meg is tartották az első két előadást az éppen aktuális pályázati lehetőségekről. Köszönjük a figyelmet, legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak ezzel a műsorral. Ha addig sem szeretnének lemaradni a legfrissebb hírekről, látogassanak el weboldalunkra, vagy keressenek minket Facebook oldalunkon. Viszontlátásra!